A holokauszt áldozataira emlékeztek a Nemzetközi Emléknapon Dél-Lengyelországban, az Auschwitz-Birkenaui egykori haláltábor területén, 75 évvel a tábor felszabadítása után. A ceremónián több száz túlélő és több mint 50 ország vezetője volt jelen, valamint egyházi méltóságok. A Lengyel Köztársaság nevében az én feladatom most őrizni az emlékét és védelmezni az igazságát mindannak, ami történt. A holokauszt igazsága nem veszhet el. Auschwitz emlékének örökké ki kell tartania, hogy ilyen még egyszer ne történhessen meg, mondta Andrzej Duda, lengyel elnök. Több túlélő is felszólalt, elsőként a 94 éves tanár és író Batsheva Dagan. Még mindig az a kérdés dörömből bennem, hogy hol volt mindenki, hol volt a világ, amikor pedig látták, hallották, mi történik, hol voltak, és miért nem tettek semmit ezrek megmentéséért? Kérdezte. Az ENSZ közgyűlése 2005. november 1-én nyilvánította január 27-ét a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapjává, hangsúlyozva az emlékezés és a tanítás kötelességét, azt, hogy a jövő nemzedékei megismerjék a 6 millió túlnyomó rész zsidó áldozatot követelő náci tömeggyilkosságok történetét.